Ebben a hónapban megkezdődött a parlag fűvirágzása, ami milliók életét keseríti meg hazánkban is. Egyetlen egy növény akár 1 milliárd pollent is termelhet, ezek pedig akár több ezer kilométerre is eljuthatnak a szél által. A parlagfűre allergiások tünetei jellegzetesek, össze nem téveszthetőek, hiszen szezonban érkeznek. A napokban stábunk is felkeresett egy szakorvost a témával kapcsolatban. A jellegzetes szénanátha tünetei, szemviszketés, szemvörösödés, fájdalom, orfolyás, orviszketés, garatviszketés, illetve köhögés, köhögési rohamokat, akár allergiás asztmát is okozhat. A tünetek súlyosságának függvényébe, amikor enyhe, középsúlyos vagy súlyos esetekről beszélünk, az enyhe tünetek azok nagyon gyakran jelentkeznek, most sajnos az utóbbi időben egyre korábban jelentkeznek ezek a forró, meleg nyarak, illetve kedveznek az elszaporodásának. Idén is sokkal hamarabb, mint egy 3 héttel korábban várhatóak a tünetek. Doktor úr hozzátette, ha nem tudjuk magunkról, hogy a parlagfűre vagyunk allergiások, akkor már az első tüneteknél érdemes utána járni allergológushoz, illetve a megfelelő orvoshoz fordulni az ügyben. A tünetek függvényében szemészt, bőrgyógyászt vagy fülorgégészt is felkereshetünk. Aki pedig tudja magáról, hogy allergiás a parlagfűre, az készüljön fel erre az időszakra. Ismert allergiás betegeknél fokozottan oda kell figyeljünk, hogy minél kisebb legyen a kontamináció, tehát minél kevesebb legyen az esély, hogy találkozik az allergénnel. Ilyenkor csak ha lehet a lakást a reggeli, illetve esti órákba szellőztessük, megfelelően porszívózzunk, próbáljunk olyan készülékeket használni, amik a levegőből kiszűrik ezeket a polleneket, illetve a fokozott tisztaságra, tisztításra, takarításra figyeljünk oda. Ha kialakultak a tünetek, akkor kezdjük el a kezelését időben. Az antihisztaminikumok legyenek az elsőként választandók, illetve ha kell, akkor szemcsepp, orrcseppeket használjunk annak megfelelően. Ha ezek a tünetek elhúzódóak, forduljunk szakemberhez. Hazánkban jelenleg 5-700 ezer hektár a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. Ez természetesen jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb problémát ez a növény okozza a lakosság körében. Nagyon könnyezik a szemem. Ez olyan fokú, hogy egyszerűen nem is látok. És be is gyullad, tehát ilyen kötőhártyagyulladásom lesz, folyik az orrom, állandóan fújni kell, ha kell, olyan teljes náthás tünetem van. Fáj a fejem is tőle már, a sok orrfújástól. Egy másik általunk megkérdezett hölgy is hasonló tüneteket tapasztal a parlagfű virágzásának időszakában. A szemem állandóan viszket tőle, akkor a bőröm is viszket. Voltak ilyen fulladásos tünetek is, de azok már megszűntek, úgyhogy az már nem jön elő, aztán használok ilyen sprét, és azzal ki tudom védeni. A parlagfűszezon mértékét az időjárás is jelentősen befolyásolhatja. A virágzás során a hosszantartó esős napok átmenetileg javíthatnak a helyzeten, azonban a záporok csak nagyon rövid időre tisztítják meg a levegőt. A parlagfűszezon csúcspontja az elmúlt évek tapasztalatai alapján augusztus végére, szeptember elejére várható.